Na, szóval kis, megjöttünk a vasútállomásra. Innen már csak pár perc, konkrétan 13 perc, és bejön a vonat, amivel el tudunk menni a szüleinkhez. Érdekes ez a hely, nézd meg a plafon, nézd, állj ide a közepére, és itt van egy nagyon nagy csillád, alig látszik. Látom, de, ja, igen, kicsit fura. Várjál, rádövök egy rakétát. Jó, mindegy, kis jele, vásároljuk meg a jegyeket itt a Visszivertől. Szép napot, uraim. Szép napot. Szép napot, kettő. Kettő jegyet. Hasonlítunk. Olyan, mintha ugyanolyanok lennétek, csak nem lenne szája. Nem, mindegy, nem baj, ez a fontos kis, nem beszélt így a Bisztiőrre. Szóval, Bisztiőr úr, szeretnénk venni kettőjét a szüleinkhez. Hát de most már elég késő van. Nincsen. Nem, 13 perc van befut a vonatunk, szóval kérem, Bisztiőr, adjon jegyet, kérem. Jó, akkor 10 dollár darabja. Oké, okay, de kutyáknak kell? Igen, mindenképpen. Hát, nyilván, meg azt hiszem szájkosár is kötelező, szóval nem, meg jó gyávasszam. Majd vonatom felveszünk. Nem, jó, nem vesszük fel, de a biztőnek azt kell mondani, hogy felvesszük, különben kidob minket. Felvesszük. Itt szeretném látni. Jó, szeretném. Kis, vedd fel a szájkosarat, nyugi. Nem fog fájni, jó? De fájni fog. Nyugi, csak oda teszem, nézd. Majd felveszed a vonaton, a vonatállomáson nem kell. Tessék, itt a szájkosár adok. Ingen. Kis, csak vedd fel picit, jó? Nyugi, nem fog fájni. De igen, fog. Na, jó, gyerünk kis. Gyere, jó, rádadom, tessék. A vonat érkezéséig még 9 perc van hátra. Oké. Okay. Kis szájkosárba. Istenem, ezt le kell fotóznom. Nem, visszatérnem. Kis fura a hangod, nem értelek így nagyon. Szájkosár. Ja, jó, igen. Szájkosár van rajta, látja? Jó, felszállhatnak. Na jó, van kis, gyere, üljünk le, és várjunk, igazából más dolgunk nincsen. Na, én még nézek egy kis, nem tudom, napfelkeltét, hogy mi ez naplementét. Jó, oké. De gyorsan elment a nap. Jézusom. Jó, oké, mindegy, na, kis... Kicsikét ledőlök, jó, majd kelts fel. Na, én is. Zengelj egy kicsit. Jó, van. Ki? Menyező. Hajd, kettő! Kis! Mi? Pak! Kis! Mi van? Te bealudtál? Miért? Azt mondta, alszunk. Hajnali kettő óra van, lekéstük a vonatot! Nem késtük, lemegyünk gyorsan, még elérjük. Mi a kövi vonattal menjünk. Hát kis, be van zárva a vonat állomás. Olyan van. Hát látod, bezárt a vonat állomás. Nem jön több vonat. Ki? Hát sehogy, benragadtunk. Szóljunk a biztonsági jövőnek. Ja, oké, okay, jó ötlet. Talán még bent van. Talán még itt van. Hát remélem, hogy még dolgozik ki, gondolom. Haló? Ozi. Menő amúgy tényleg az ajtó. Mekkora ez így? Várjál. Szép napot, hallgatom. Mint hogy valaki pukizni így halkan. Halló, segítetek valamiben? És maguk mit keresnék még itt? Nem, uram, bezárt! Elludtunk! Estét! Este! Elludtunk! Az sajnálatos, mit tehetek, értetek? Hát elsősorban fel kéne hívni a szüleinket, hogy késni fogunk. Meg hogy megyünk ki? Hát nem tudom, hogy megyünk ki. Meg ki kéne majd minket engednie valahogy. Jó, van kulcsom viszont, akkor hívom is a szüleiket. Köszönöm! Jól van, kisre! Várjunk addig, gyere! Nem hiszem el komolyan, hogy az ennyire... Az a fogok aludni megint. Nem, kis, most nem mutatunk be. Tényleg nem szabad. Felhívja a szüleinket, aztán kienged minket, hazamegyünk, és akkor holnap jövünk a következő vonattal. Kipihenve, nem bealszunk. Istenem. Jó. Addig játszunk szóláncot. Ja, oké, játszunk szóláncot, várja. TNT, TikTok. Katica. Alma. Algéria. Astromenális világutazás. Mi volt ez a hang? Ez mi volt? Hallottad ezt a lövés hangot? Milyen lövés hangot? Csak eldurrant szerintem egy gép. Várj, ezt meg kell nézni. Nem, kis, ne menj oda be, innen lőttek. Te normális, hogy bemész oda, ahol lövöldöztek az előbb. Amúgy a... Itt egy hullá. Meghalt a biztonságiőr. Meghalt a biztonságiőr. De miben halt meg szerinted? Nem robbant fel gép, akkor lehet kaját lelőtték. Hát kis, itt van konkrétan a hullája. Hát de hogy miben halt meg, azt nem tudjuk. Hát valószínűleg lelőtte valaki, vagy nem tudom, megölte valaki. De kicsoda. Lehet, hogy próbált védekezni. Várjál kis, te hallottad befutni azt a vonatot? Aha. De elvileg... ilyen teherszállító. Jó, de elvileg nem kéne jönnie már a vonatnak. Hát de teherszállítónak se. Hát jó, hát nem tudom, hogy működik a vonatállomány.
kulcsom! Azt ez láttad? Ez egy vonat, az egy vonat volt póklábakkal! Mi? Én azt hittem, hogy... Azt hittem, hogy egy zombi. Nem. Szerintem nagyon nem. Várjál, még itt van. Hol mi? Van? Hol van? Nem, hol? Nem látom. Nincs volt itt semmi lehet. Mi? Lehet, hogy képzeltük? Vagy ő volt a támadó. Lehet, hogy ő ölte meg a biztos... Segítség! Back is! Fuss, fuss, fuss! Öltöd meg előbb! Eltűnt. Ahogy eltűnt, jó, menjünk vissza a biztonsági őrszobába, kis léci, minél gyorsabban. Jó, úristen. De, ott bújjunk el nagyon gyorsan. Jó, oké, okay. Bújjunk el, de úristen, de, nagyon de, félek. De, gyere már, Dani, nem vagyok benne. Gyere már, gyorsan! Félek. Gyorsan! Jó, nem gyorsabban sprintelni, meg ugrálni. Ott van, ott van! Hol? Ott láttam, nézd! Hol? Nem, nincs itt. Előbb itt volt, esküszöm. Ott van bent! Kis, ott van bent! Valahogy törjünk ki. Hogy törjünk ki, kis? Nem tudunk ki eltűnt innen is. Ezt nem hiszem el ki. Kis! Kis! Milyen? Itt egy titkos ajtó. Mi? Titkos ajtó. Telefon! Telefon! Jó, gyorsan, hívd fel Mike-it, hívd fel Mike-it! Nem tudom, Mike-nek egyáltalán telefonni. Hát a te házadból akik, szóval hívd fel a otthoni telefonodat. Várjál. Így. Kicseng. Hello! Képzeld el, itt ragadtunk egy vonatállomáson Danival, és kísért minket egy, nem tudom, valami szellem. Egy vonatállomáson, egy igazi vonatállomáson? Igen! Nem láttál még vonatállomást? Nem! Akkor úristen! Már hallod, nézd már meg! Jó, oké, kell valami, ugye valami? Hozd kis fegyvereit! Hozd kis fegyvereit! Húst nem kell, csak fegyvert, gyere gyorsan! Miért húst kértél, amikor üldöz minket egy vonat? Húst meg fegyvert? Hát nem, kis, jaj Istenem! Na jó, oké, addig... Valamit is kell, mi vagy, ha itt maradunk egy hétre? Jó, oké, addig itt kell várnunk. Hát nem, nem fogunk, de... Jobb a hiányod nem lesz. Jó, kis, mindegy, valahogy biztos be fog tudni ide jutni, Mike. Kis, nem mozdulj meg! Nem mozdulj meg! És akkor nem lát szerintem. Eltűnt? Eltűnt. Úristen. Jó, oké, ez egy kicsikét para. Kis magadá vagy? Kis, meg a kiltál? Kis, miért folyik ilyen fura lé a lábnél? Ott az ablakba! Ablakba! Miért tűnik el mindig? Hogy jutott ki? Nem tudom. Nem tudom, hogy csinálja. Ez szerintem ilyen ki démon. Ki jutott az ablakot itt? Tényleg? Hát, lehet gondolom, itt lőtt el, amikor ki van törve. Jaj, lövöldözz be! Mikey! Hogy? Hol van Mikey? Mikey! Betörte! Mikey! Betörte a falat! Ká, adj gyorsan a fegyvereket, add gyorsan a hús meg a fegyó. Nekem is. Hús. De nekem! De, jó, oké. Nekem essék. Add a húst, kösz. Essék. Na, jó, oké, srácok. Ott van a vonat! Adott cserébe egy pára. Lőjétek! Meghalt. Jó, oké. Srácok. Ennyi volt. Azt hiszem. Jó, menjünk erről a vonatállomásra, és soha többet ne jöjjünk vissza Jézusom. Amúgy nekem elment örökre a kedvem a vonatozásra. Nekem is. Menjünk szerintem kocsival az asszonyainkhez. Szerintem innentől sétálok inkább, mint vonat. Jó, menjünk gyalog, oké, az is jó ötlet. Srácok. Jó hosszú lesz, mennyi három? Köszönjük voltok. Hát kb. 3 nap, de hogyha errefele megyünk, akkor igazából útközben... 2 óra 23 perc. Útközben találunk azt, hogy benzinkutat majd fél úton, másfél nap múlva. Akkor majd tudunk ilyen... Oké. Menjünk! Srácok, köszönjük, hogy tudatok, találkozunk legközebb! Ne vonatozzatok, mert ijesztő! Sziasztok! Sziasztok!